Játszottam először beállós poszton, aztán irányító lettem, aztán átlövő lettem. Aztán jött az edzőség. Testnevelőként az iskolájában, a tatabányai Kodály Zoltán általános iskolában a harmadikosokkal kezdi a kézilabdát. Oda csábítok egy ilyen kis gyereket, és tulajdonképpen semmit nem tud az egész kézilabdáról. Nem tud a labdával bánni, pattogtatni, dobni, fogalma nincsen róla. És szépen évek hosszú során, hát 6 évig, valaki 7 évig van nálam, tulajdonképpen egy kész játékos lesz. Balra csel, jobbra! Az edzői igényesség és elvárás minden alkalommal sokat kíván a gyerekektől. Ez a fanatizmus azonban megsokszorozza a teljesítményüket. Úgy gondolom, hogy ezt másképp nem lehet csinálni, illetve nem érdemes csinálni, csak nagyon-nagyon sok munkával, nagyon-nagyon sok odaadással, mert azért be kell vallani, ezek a gyerekek nagyon-nagyon sokat dolgoznak a sikerért, egyáltalán, hogy ha sikert érünk el, hála Istennek érünk el, de nagyon-nagyon sokat dolgoznak érte, úgy hétköznapokat, vagy a ünnepnap, szombat, vasárnap, állandóan megyünk, csináljuk, és csak ezt csak így szabad csinálni. A kemény edzésmunka megtanít küzdeni, győzni és vesztesként is tartással lejönni a pályáról. És arra, ami az edző legfőbb felelőssége, csapatot építeni a játékosokból. Ez is az egyik fő cél, hogy egy csapatot kovácsolni abból a gyereksereggből, tulajdonképpen az alsó tagozatos, harmadik osztályos gyereksereggből, mert azért az még nem csapat, azért az évek során az alakul ki, hogy egymásra figyelnek, egymásért dolgoznak, egymásért küzdenek. A gyerekek kupái 3 nagy vitrin töltenek meg az iskola aulájában. Egy különleges ajándék pedig szerényen húzza meg magát a falon. Az ifjúsági válogatott dedikált meze 3 egykori tanítványának aláírásával. A sikert pedig nem csak érmekben mérik a szülők. Gyerekek, ha szabad ezt mondani, imádják az edzőjüket, és szinte mindent megtesznek érte. Nem is kell mondani, hogy jöjjenek, mert edzés van, menni kell, nincs mese.